következő percekben egy olyan témáról fogunk beszélni, amiről viszonylag kevés szó esik, ez pedig a férfiak bőrápolása. Miben tér el alapvetően a férfiak bőre és a nők bőre, Adrián? A férfiak bőrét alapvetően a tesztoszteron hormon jelenléte határozza meg, aminek köszönhetően vastagabb a bőrszerkezete, fokozott a fagyutermelés jellemző rá, és a kollagén rostok jelenléte is sokkal határozottabb. Ennek köszönhetően feszesebb bőr jellemzi a férfi bőrt, és ami még fontos a férfi bőrnél, hogy egészen más hatások érik napi szinten, gondolok itt a borotválkozásra, ami érzékenyebbé tehet, ezért ezekre is gondolunk a bőrápolásuk során. Mik azok a hatóanyagok, amelyek fontosak a napi bőrápolási rutinnal kapcsolatban, akkor, hogyha az ember férfinak született? A férfi bőrápolásnál fontos szempont a gyulladás csökkentés, a fagyomirigyek működésének szabályzása és a hidratálás. A férfi bőrét kiválóan hidratálja a termálvíz, az ásványanyagokat visszapótolja. Ezen kívül pedig különböző zsírsavakban gazdag növényolajokat használunk, mint argánolaj. A kókuszolaj kiválóan illeszkedik a férfi bőrhöz. Kiváló a villányi kékszőlő, különleges hatóanyagokban gazdag növényi olaja. Évezredek óta használják a férfiak bőrápolásához a tömjént és a szantált is, de nem csak a bőrük ápolására, hanem spirituális szempontból is, mert egyszerűen a férfi energiát teljesebbé teszi. És itt a férfi energiára olyan szempontból gondolok, hogy előhívja a teremtő energiákat. És nem szabad elfeledkeznünk ezeknek a növényi olajoknak a különleges kémiai struktúrájáról. A szantában benne van a szantalol, ami nagyon jó bőrregeneráló, sejt újjáépítő hatású. A tömjénben pedig különleges kémiai struktúra található. Van egy ilyen sebgyógyító hatása. Nem csak a bőrön keletkezett sebet gyógyítja be, hanem kiváló eccémára, irritált bőrre, és kiváló a lelken ütött sebnek a begyógyítására. A férfiak hétköznapjaiban az egyik legnagyobb kihívás a bőrápolással kapcsolatban, hogy folyamatosan borotválják a bőrüket, és ezért az irritáció éri. Mit tehetnek ennek csökkentése érdekében? Azt javaslom, hogy természetes tonikokat használjanak, ami frissítően hat a bőrre, és legyen benne gyulladáscsökkentő hatóanyag is. Ilyen lehet például a kapukkfű, a menta. Ilyen lehet a termálvíz. Olyan termálvizet használunk a férfiaknak szánt arctonikban, ami kiváló az eccémás és pszoriázistól szenvedő bőr számára, és hogyha erre a két problémára jó hatással van, akkor el tudjuk képzelni, hogy az enyhébb, kisebb irritációra milyen kiváló hatással van, nem elfeledkezve arról, hogy akkor az öregedés folyamatát is gátolja, ami szintén szempont. A férfiak bőre alapvetően zsíros, ahogy te is említetted. Milyen arckrémet választanak, hogy ezt tompítsák? Ugye itt a szempont a fagyomirigyek működésének szabályzása. Erre pedig a legjobb a hasonló és hasonló elv alapján az, hogy arcolajat használunk. De az arcolajnak olyannak kell lenni, ami illeszkedik a férfi bőr szerkezetéhez. Ezért muskotájrózsaolaj van benne, van benne természetesen kékszőlőolaj, és van benne kókuszolaj, ami harmonizáló hatású. És az arcolajtól nem kell félni, mert hogyha az hidratált bőrre tesszük, tehát olyan tonikra építjük rá az arcolajat, pár cseppet, egy-két-három cseppet, akkor az hidratálni fogja a bőrt, és a bőr feszes, és harmonikus és bársonyos tapintású lesz. Erre még természetesen használhatunk hidratáló krémet. Tehát egy férfi bőre is igényli a tápláló hatást. Azt hiszem kijelenthetjük, hogy a férfiak egyik legkedveltebb tisztálkodó eszköze a szappan. Hogyan választjuk az ezer színű palettából, mert ugye rengeteg féle szappannal találkozhatunk. Az, hogy milyen szappant használunk, egyáltalán nem mellékes történet. Ezért arra biztatom az urakat, hogy amikor szappant vásárolnak, figyeljenek oda, hogy milyen összetételű. És hogyha még termálvíz is van benne, az aztán még egy extra plusz, hiszen a szappan az vízből és olajból készül, és akkor nem fogja szárítani a bőrt, hanem harmonizáló lesz.
és tisztító hatását maximálisan élvezhetjük. Csak ne felejtsük el, hogy utána visszahidratáljuk és visszatápláljuk a bőrt. Rovatunkat támogatta az Adrien Feller.